Tanulni élmény, ez volt a jelszava annak a programnak, amely az élmény alapú oktatás módszereivel igyekezett csökkenteni az iskolai lemorzsolódást. A bevont közel 30 intézmény pedagógusai továbbképzésen vettek részt az elmúlt években. A kidolgozott módszertant a tanárképzésbe is beépítették a Nyíregyházi Egyetemen. Köszöntöm a stúdióban dr. Hollósi Hajnalkát, a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatóját. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Miről szólt tulajdonképpen ez a program, ugye ez egy több éves komplex program volt? Így van, 2017 és 2021 között zajlott a Nyíregyházi Egyetemen is többek között. Ez az EFOP 312-es komplex alapprogram, hosszabb nevén a köznevelés módszertani megújítása, az iskolai lemorzsolódás, vagy a végzettség nélkül iskola elhagyás csökkentése céljából. A Nyíregyházi Egyetem, mint konzorciumi partner vett részt ebben a projektben. Kik voltak még a résztvevők? Eger volt, tehát ő volt a fő résztvevő, emellett Szeged, Pécsi Egyetem, természetesen az oktatási hivatal, ki ne felejtsük őket, ők monitorozták magát a teljes projektet. Így dolgoztunk együtt, így működtünk együtt. Ebbe az öt évbe, hogy miről szólt ez a projekt, hát nagyon-nagyon sok állomása volt. Ki volt a célcsoport? Ki az, akit megcélzott? Így van. A célcsoport általános iskolák voltak, tehát az alapfokú oktatás. Hátrányos helyzetű iskolák voltak elsősorban a célcsoportunk, de nem kifejezetten. Tehát más intézményből is jöhettek hozzánk a pedagógusok erre a továbbképzésre, de miután ugye a lemorzsolódás csökkentése volt a fő célunk, ezért elsősorban a hátrányos helyzetű térségek iskolái voltak a célcsoport. Hány intézmény csatlakozott ehhez a programhoz? Több mint 30 intézmény csatlakozott, de 29 olyan intézmény volt végül is, nem kizárólag csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, ahol be is vezették mindennapszerűen, tehát a teljes iskolai életet átfogóan ezt a komplex alapprogramot, tehát szűkült a kör, 29 olyan intézmény volt, akik vagy 2019 vagy 2020-ban bevezették magát a komplex alapprogramot. Miben más az oktatás egy ilyen iskolában, mint egy átlagos általános iskolában? Abban más a mindennapok másak. Komplex alapprogram, ugye a nevében is benne van, hogy egy komplex programot kínál az iskoláknak. Átalakult teljesen a gyerekeknek a mindennapja, az oktatás, a délutáni foglalkozások. Sokkal játékosabb lesz, sokkal élményközpontúbb lesz a gyerekek számára. Meghatározott programok vannak, például van reggel, ajánljuk, hogy minden nap, de ha nem is minden nap, akkor hetente kétszer-háromszor egy kis ráhangolódás, ez is a neve, hogy ráhangolódás, beszélgetés aktuális eseményekről, problémákról a gyerekeknek, hogy ne úgy kezdődjön a napjuk, hogy megérkeznek az iskolába, és mondjuk rögtön mondjuk egy kémia órába csöppennek bele, ráhangolódnak. Aztán például meg van határozva, hogy az összes tanúra 20% az differenciált legyen. Ebből is a 10% az DFHT. Ez egy olyan módszertan, ahol csoportban dolgoznak a gyerekek, szerepeket látnak el, és játékosan dolgozzák fel a tananyagot. De van például délutáni foglalkozás a teórád, ahol igény szerint lehet hátrányt kompenzálni, felzárkóztatni, vagy éppen tehetséget gondozni. Minden délután a gyerekek alprogrami foglalkozásokon is részt vehetnek. Ezeket kínálja a komplex alapprogram. Az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy a saját napi rutinjukat hozzá kapcsolják, hozzá illesszék a komplex alapprogramhoz. Tehát nem azt jelenti, hogy mi szigorúan megmondjuk, hogy már pedig ettől eddig ennek és ennek kell lennie, hanem meg kell találni egy ilyen nagyon ideális középutat, hogy beépítsék a komplex alapprogramnak az elemeit a mindennapi rutinjukba. Hát azért én azt gondolom, hogy ez nem csak a hátrányos helyzetű iskoláknak jó, hanem az összes többinek, ha másért nem a lemorzsolódás megakadályozásáért, hanem mondjuk a stressz csökkentése érdekében. Lesz ennek valami kiterjesztése ennek a programnak? Igen, valóban lezárult a projekt, de nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha minél több pedagógus tudnánk képezni, több mint 900 pedagógus képeztünk ki. Azt is el kell mondanunk, hogy itt 120 órás képzésekről volt szó, 4-30 órás, tehát a pedagógusok, akik ezt elvégezték, 4 darab tanúsítványt kaptak, tehát számolják
számoljuk ki, hogy az több mint 3500 tanúsítvány, amit mi kiadtunk a pedagógusoknak, akik elvégezték ezt a 120 órás képzést, ők azok, akik részt vehetnek ebbe a komplex alapprogramba. Nyilvánvalóan cserélődnek a pedagógusok, új pedagógusok jönnek egy iskolába, elmennek mások, pótolnunk kell ezeket a pedagógusokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk azt, hogy újabb képzéseket indítani, amire mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Illetve a másik dolog, ahogy tudjuk tovább kiterjeszteni ezt a programot, amint már el is hangzott, hogy a Nyíregyházi Egyetem beépíti a pedagógus a tanárképzésébe magát ezt a komplex alapprogramot. Jelenleg is már C-típusú tárgyként mind a nappali, mind a levelezős hallgatók számára felvehető, konkrétan én tartom ezt a komplex alapprogram című tárgyat, tehát nálunk már a leendő pedagógusok, nem csak a tanárszakosok, mivel ugye C-típusú tárgyról beszélünk, megismerkedhetnek egyáltalán azzal, hogy mi ez a komplex alapprogram, és egy kis betekintést kapnak. Szeptembertől szeretnénk kötelező tárgyként is beépíteni a tanárképzésbe, hogy aki nálunk végez, bárhova sodorja az élet, bármilyen iskolába kerül, ha ott megy a komplex alapprogram, akkor ne legyen számára ez az új helyzet, lássa azt, tudja azt, hogy miről van szó, és hogy be tudjon kapcsolódni. Majd talán mire ők felnövekszenek, és akár vezetőszékbe kerülnek, akkor talán nyitottabbak egy ilyen iskola létrehozásához. Mit jelent az, hogy élménysuli? Élménysuli, így van. Az élménysuli az egy nagyon-nagyon pozitív cím, amit elnyerhetnek azok az iskolák, ahol ugye a pedagógusoknak a nagy része elvégezte ezt a komplex alapprogramot, és bekapcsolódtak az úgynevezett kapocsba. Ez egy olyan iskolahálózat, ahová önként bekapcsolódhatnak azok az intézmények, akik ugye bevezették a kapot. Ha önként bekapcsolódnak, nyilván vannak feltételei, amelyeket teljesíteni kell, akkor minden tanév végén ilyen május-június körül tudnak pályázni az úgynevezett élménysuli címre. Természetesen csak a legjobbak kaphatják meg, hiszen előírt feltételeknek kell megfelelniük. Ha ezeknek megfelelnek, ezeket igazolják, akkor Egerben ugye születik arról döntés, hogy melyek azok az intézmények, akik jogosultak, akik érdemesek az élménysuli címre. Ezek az intézmények utána egy évig használhatják az élménysuli nevet, illetve a logót, és akkor elmondhatják, hogy náluk a diákok élménysuliba járnak. Csak azok jelentkezhetnek, akik ebben a pályázatban részt vettek, vagy lehet a jövőben ezt bővíteni, ezt a kört? Csak azok jelentkezhetnek, akik bevezetik hivatalosan a komplex alapprogramot az intézményükben, és megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Tehát csak a legjobbak kerülhetnek be. Milyen eredményekkel, érzésekkel zárják ezt a programot? Nagyon-nagyon pozitív eredményekkel zárjuk. Projektvezetőnk Nagyné dr. Smercer Erika volt, 5 éven keresztül vitte végig ezt a projektet. Voltak nehéz pillanatok, de nagyon-nagyon boldog pillanatok is voltak. Nagyon jó volt látni azt, amikor az élménysuli címet átvették ezek az intézmények. Nagyon jó volt látni azt, amikor kimentünk ezekbe az iskolába, mint mentorok, és megtekintettünk egy-egy foglalkozást, egy-egy differenciált tanórát, vagy alprogrami foglalkozást, és a gyerekek nagyon lelkesek voltak. Mindig azt láttam, és mindegy, hogy Jászapátiba mentem, Biharkeresztesre vagy Mándokra, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik ezeket az órákat, hiszen játszva tanultak, sokszor mondták, hogy ők nem is tanultak, csak játszottak, és ez nekünk nagyon-nagyon pozitív, hogy úgy tanultak a gyerekek, úgy vettek részt ezeken a tanórákon, és ugye itt matematika órán keresztül angol, testnevelés, tehát minden tanórán lehetett tartani ezeket a DFHT-s órákat, hogy játszva tanultak, motiváltak voltak a gyerekek. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program volt, és nagyon-nagyon sikeresnek könyveltük el a zárókonferenciánkon is, ami most december 10-én volt a Nyíregyházi Egyetemen. Dr. Hollósi Hajnak, én azt kívánom, hogy terebélyesedjen ez a Köszönjük hálózat. Szépen, reméljük, hogy így lesz. Köszönjük. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.